Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Születtem Magyarországon című könnyű zenei műsorunkat látják 2015. február 14-én. A pontos idő 20 óra 30 perc. Február 7-én stábunk Szarvason a Zebra Klubban járt, ahol a Szolnok megyei Calm Spirit zenekarral találkozhattunk. A koncert előtt kérdeztük őket zenéjükről, valamint a további terveikről. Spirit zenekarral találkozunk Szarvason a Zebrában, és olvashatjuk rólatok, hogy különböző zenei stílusok képviselői játszanak egy közös zenét. Ez a közös zene miben valósul meg, vagy akár azt is, azzal is kezdhettem volna, hogy hogyan tudnátok a zenekart bemutatni a Mezőtúri televízió nézőinek? Valóban többféle irányból jöttek az emberek a zenekarban, de a közös nevező az valahol az ilyen nyugodtabb, trip-hopos témák, de azért belevegyül néha egy kis sok is, tehát mindenki amilyen irányból jön, azt azért azt gondolom, hogy hozza a zenekarba, úgyhogy eléggé sokszínű zenekarról beszélhetünk. De leginkább ez a trip-hopos vonal az, ami jellemző ránk. Egyébként ezen a trip-hop kategórián vagy stíluson nekem is megakadt a szemem, ezt hogyan tudnátok jellemezni, tehát mit akar ez a stílus maga? Hogyha mondjuk nemzetközi példákat szeretnénk mondani, amivel talán könnyebb megérteni, akkor mondjuk a Messzívetek és a Morcsiba és hasonló zenekarokra mondanám azt, hogy ők honosították meg még a 90-es években ezt, és persze nagyon sokan mások is. És ezek hip-hopos ütemek, elszálló szinti témákkal. Na ezt mi kiegészítettük azért ilyen 60-as, 70-es évekbeli gitártémákkal, néha egy kicsit berokkosítva, vagy valamilyen pszichedelikus szintivel, és természetesen a kongákkal és az ütős hangszerekkel, aminek Fekete Attila képviselője. És ezek a különböző stílusok képviselői, azaz ti hogyan találtatok így egymásra? Rendkívül nagy a baráti közösség Szolnokon, hála jó Istennek. Szóval szerencsére igazából mindenki, aki itt ül, valamilyen szinten Szeglővégről ismer egymást, akár Szolnokról, akár Budapestről. Különböző zenekarok az azt jelenti, hogy legnagyobb részben azért hasonló az irányzat, amit mi képviselünk. Igazából eltérések csak talán nagyon minimálisan vannak. Mi első körben Ginával, ugye az Etap zenekarban jövünk Szolnokról, ami tényleg hasonló zenét képvisel. Attila ugye a Tigrisbe ismert, mint kongás. És hát ugye, Marci? Hát én a Köbenyai Zenei Stúdióban vagyok ismert, és én most kezdek, igen. Igen. Hát nem tudom, igazából én az A38 hajón ismertem meg őket, mint zenekar, és itt még volt egy másik énekes hölgy is, Bence Alma, ő általa ismertem meg ezt a bandát, és ő mondta, hogy ide nagyon szívesen várnak engem gitározni. Családi kötelékek.
és ahogy így beszélgettünk, hogy te az E38 hajón ismerted meg őket, ez a formáció így öten, ami, ahogy most így együtt vagytok, mióta működik? Mert ugye a zenekar az ugye 2010-ben alakult, viszont így együtt öten, hogy mióta működtök, mikortól számoljátok az évfordulót? Tulajdonképpen 2014 az, amikor már Marci is csatlakozott hozzánk, egy másik gitárossal kezdtük, csak ő az ügyesbős dolgai miatt nem ért rá erre, és ezért kerestünk és találtunk is egy csodálatos gitárost, úgyhogy tulajdonképpen így ebben a formában azt mondhatom, hogy 2014. 2010-től indult egy az eredeti gitárossal, akivel ketten mi elkezdtünk ilyen alapokat gyártani, gitár, dob és basszus alapokat, és akkor ugye az Etab zenekarból én gyorsan akkor egy remek énekesnőt, Kanizsa Ginát hívtam, és egy basszus gitárost. Meg úgy csapódott. Karkusz Ádám csak úgy jött, nem hitte senki, de jött. És Attila pedig ugyanúgy, a Tigrisék ugyanott próbáltak egyébként, ahol mi is próbáltunk, és akkor egyszer ő odajött, hogy ő ide szeretne jönni. Én meg megengedtem neki. Nekem viszonylag könnyen, mert én a legelején jöttem. Ugye ketten a Barabás Janival csinálták Gáborék az alapokat, utána én oda csapódtam, és akkor... Nagyjából szerintem a repertoárunknak a javát azt akkor írtuk, és akkor tettük le azt az irányvonalat. Nem, ezt akartam mondani. Szóval, hogy akkor alakult ki az irányvonal, ami azóta is egész jól beválik. És akkor ezt formáltuk egyre inkább tovább, és jöttek új tagok. Ugye jött még Alma, aki most pont nincs itt, mert nem sokára babázik. Hogy még egy ideig lehet, hogy távol marad. Igazából ő az én helyemre jött volna, mert nekem annyi dolgom volt Pesten, hogy nem nagyon tudtam lejárni, próbálni, de úgy néz ki, hogy most én helyettesítem azt, aki engem helyettesít. Többszörös tagcsere, vagy új emberek mennyire befolyásolják az albumotokat, hiszen azt talán olvastuk, hogy második albumotok készült, vagy már elkészült. Készülőben van a második album, nem sietünk vele, tehát szerintem körülbelül egy 2-3 éven belül el fog készülni, körülbelül egy a 4-5 szám, de hát ez a tempója a zenekarnak. Tehát nem tudunk ezzel mit kezdeni. A trip-hop amúgy is egy lassú zene, úgyhogy ehhez igazodva lassan készítjük az albumot is. És mindemellett szerintem azt még hozzá lehet tenni, hogy a gitáros srác, aki volt, vele ketten, és most már Attilával vagyunk úgy a mag, akik mindig lejárunk és készítjük az új zenéket, és mi ezt igazából úgy gondoljuk, hogyha újabb zenekartagok jönnek, akkor mi sok szeretettel várjuk őket, és hogyha pluszt hozzá tudnak rakni ez a zenéhez, akkor mi annak nagyon örülünk. Vannak olyan számaink, amikben közreműködnek
még egyéb szolnoki zenészek, népzenészek, és pont emiatt alakult ki az a gondolat, hogy érdemes lenne inkább egy ilyen közösségként építeni a dolgot, ahogy Gábor mondta, ők lennének ennek az egésznek a magja, és körülöttük jönnek-mennek az emberek, akik éppen inspirálják őket, vagy éppen olyasmit tudnak mutatni, amit ők szeretnének beépíteni a zenéjükbe, és ez igazából képlékeny dolog, de pont ettől nagyon inspiratív. És a dalok többnyire ugye angolul szólalnak meg, ez az irányvonal marad, vagy esetleg elgondolkoztok, vagy hát lehet befolyásolást adtok-e arra, hogy magyarul vagy angolul készüljön a dal, vagy a nemzetközi vizekre próbáltok ezzel kievezni, hogy angolul énekeltek és angolul adtok elő? Én azt gondolom, hogy nem az a cél az angol szövegekkel, hogy ez nemzetközi vizeken jelenhessen meg és hajózhasson tovább, de egyértelműen örülünk annak, hogyha ez tovább gyűrűzik és nemzetközi színekben is megjelenhet, de alapvetően hát a szövegeket én írom, és a sajátokat, ugye most meg Alma is ír már dalokat, amiket meg majd ő dönt el, hogy angolul vagy magyarul, de azt gondolom, hogy főleg az angol lesz az a kifejezési nyelv, ami hozzánk leginkább illik, ha csak nem találják ki a fiúk, hogy valami rettentő jó népzenészt akarnak éppen feldolgozni, mint a Deep Forest, mégis is megtörténhet, és ez valakinek már bejött. Tervezünk például mondjuk MC-k közreműködését, akik lehet, hogy majd magyarul fognak, mert talán úgy nekik könnyebb lesz. Én azt gondolom, hogy ez a vokalistára, az énekesnőre van bízva az, hogy ő hogyan tudja magát kifejezni, és a stílusra is talán ez jellemzőbb az angol nyelv, úgyhogy nem erőlködünk, hogyha valaki magyarul szeretne, akkor nyilván akkor magyarul fog. Ha jó lesz, akkor jó lesz. Hogyha egy kicsit közelebbre szeretnélek benneteket hozni, talán nem árulok el azzal a kulisszatitkot, hogy a dobok mögött az Attila ugye mezőtúri származású. Milyen kötődés van azon túl, hogy ugye otthon mezőtúron születtél, mennyire jársz még ugye Szolnokról, vagy haza? Hát évente egy párszor szoktam, a nagyapám mezőtúron lakik a Vadász utcában, 88, illetve 89 éves lesz idén, és őt meg szoktam látogatni, meg van még egy pár rokon. Hát a barátaimnak a nagy része Budapesten lakik, úgyhogy ővelük ott tudok hál' Istennek találkozni, de hát nyilván van kötődésem, ott éltem 11 éves koromig, rengeteg gyerekkori barátom van, nagyon szeretem mezőtúrt. Szabadságtér 9-10-ben laktam. Aki esetleg még bővebb információt szeretne rólatok szerezni, illetve felvenni veletek a kapcsolatot, hol tehetik ezt meg? Természetesen mi is ott vagyunk a Facebookon, várunk mindenkit nagy szeretettel, hogy lájkolgasson kedvére. Szóval Facebookon mindenféleképpen elérhetőek vagyunk, azon belül pedig telefonon 0620, az Attilának a számát mondom, 579-5514, őt nyugodtan bármikor lehet hívni ilyen ügyekbe, szóval ezen kívül még mással is foglalkozik, az a 81-es számán. Ott úgy érdemes, ugyanez a telefon, csak 81 az elej. Yeah.
És utolsó tanácsként talán így a feltörekvő zenekaroknak mit lehetne üzenni, mit lehetne tanácsolni, hogyan lehetne benneteket követni akár? Ez rettentő hízelgő, hogy mi már azok vagyunk, akik tanácsot adnak valaki. Hát igen, mi nagyon szívesen várjuk feltörekvő zenekarok tanácsait, hogy hogyan legyünk mi is ennél feltörekvőbbek. Egyébként pedig azt ajánljuk mindenkinek, hogy tartson ki, és zenéjen sokat, és azért csinálja, mert szereti, és ne érdekelje, hogy a szomszéd kopog. Köszönöm szépen! Budapesten a Design Terminál konferencia termében Békési Fannival beszélgettünk, aki a Kaleft nevű formációjával a Cseh Tamás program kezdőzenekari támogatásán nyert. A zenekart izgalmas színpadkép, szövegcentrikusság jellemzi. Hogyan tudnád bemutatni a zenekart, mikor alakult, honnan jött az ötlet? A zenekar alapításra is milyen zenét játszatok? 2013-ban alakultunk ősszel, illetve hát már nyáron elkezdődtek a próbák. A nevet az pedig így, hát így körülbelül októberre alakult ki. És hát ilyen, mi úgy elemezzük, hogy energikus alterokot játszunk, tehát így gyakorlatilag ez a stílusunk, és úgy jöttünk össze, hogy hát egészen régre nyúlnak a szálak, mi ilyen kis tínédzser korunkban kezdtünk el együtt zenélni, úgyhogy elég régóta ismerjük egymást. Kik a zenekar tagjai rajtad kívül? A frontemberünk Berezvai Marcell, ő írja a szövegeket, illetve ő szerzi a zenének a masszív részét. Mikolai Petra dobosunk, a Kőbányai Zenei Stúdióban tanul. Őt onnan ismerjük, hogy a basszusgitárosunk is Ardai Dániel ott tanul. Ti is nyertetek a Cseh Tamás program keretében. Mit jelent számotokra ez a program? Hát nagyon-nagyon régóta szeretnénk egy lemezt. Már régóta készülünk erre. Gyakorlatilag egy éve próbálunk így energikusan és szerezzük a számokat folyamatosan.
összegyűlt annyi szám, hogy össze tudjuk pakolni egy lemezre, és nagyon-nagyon vágytunk rá, hogy ez így megvalósuljon, és hogy minél szélesebb körben tudjuk terjeszteni ezt, és ez az szükséges. Videoklipet is kell készítenetek a program keretében, ezzel hogy álltok jelenleg? Hát nem csak el, alig várjuk. Szuper. Előbb-utóbb úgyis valószínűleg megcsináltuk volna, mert alapvető motivációnk, hogy legyen a videoklipünk. Egyébként van egy pár, amit így mi saját magunknak csináltunk, ezek a YouTube-on, hogyha rákerestek, akkor abszolút megnézhetőek. És tudjátok-e már, hogy melyik dalból fog elkészülni ez a videoklip? Fel akarjuk menni először a lemezt, és amelyikről úgy érezzük, és olyan vibrálása van. Ha rátérünk a fellépésekre, a közeljövőben hol találkozhatnak majd veletek a rajongók? Hát ma este például Debrecenbe utazunk, a Pál utcai fiúk előzenekarra leszünk. Velük ez a második közös koncertünk, az előző az múlt héten volt a Tatabányán. Hónap végén megyünk Miskolcra, oda is utazunk, illetve a jövő héten megyünk Szarvasra. Úgyhogy így ezek a januári programjaink. Így röviden. És a Gödörben lesz egy fellépésünk Budapesten, illetve nem Gödör, az új Gödör, tehát a G3-ban lesz egy fellépésünk. A dátum nem jut eszembe, de február első hétvégén az biztos. Hosszú távon mi a célja a zenekarnak? Hosszú és baráti együttműködés, tehát ami együtt volt, imádjuk egymást, nagyon szeretjük azt a zenét, ami belőlünk jön, és igyekszünk, nem tudom, együtt maradni. Van esetleg példaképetek? Példaképp nincs, de a zenei gyökerünk az így hasonló, hát mivel egyszerre kezdtünk el a hangszereinken prüncögni, ezért gyakorlatilag majdnem ugyanazokat a zenéket hallgattuk, amire egy vissza tudunk nyúlni, és közös pont. Ez a magyar pop underground alter vonal, tehát Kis Pál, 30Y, stb. Műsorunk végén szemezgetünk Önöknek az elkövetkezendő programokról. Február 21-én Szolnokon két koncertet tekinthetnek meg a Tisza moziban. Egy estén játszik majd a Maszkura és a Tücsökraj, valamint az Elefánt zenekar. Február 21-ére egy mezőtúri programot is tudunk Önöknek ajánlani. Az Erőt Klubban egy rock és blues farsangon vehetnek részt, ahol három városi csapat is fellépési lehetőséghez jut. A Memento, a Magma és a Fenomén koncertjén vehetünk részt, az estén érkezik hozzánk a Takás Tamás Blues Band is. Szarvason február 27-én a Fix Team zenekar koncertjére és táncházára kerül sor a Zebra Klubban. Az estével a népzene és a néptánc kedvelőinek kedveskednek. Február 27-én Szegeden a Jate Klubban az Intim Torna Illegálat koncertet. A zenekar születésnapi turnéra indult, hiszen az idei évben ünneplik 5. születésnapjukat. Köszönöm figyelmüket! Önök a Születtem Magyarországon című műsorunkat látták. Egy hét múlva, február 21-én Veres Nikoletta várja Önöket könnyű zenei műsorunkkal itt a Mezőtúri Városi Televízióban. További szép estét kívánok! Viszontlátásra!